a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézus utolsó hét szavára elmékenünk, amelyet a kereszten mondott. Tegnap, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Az Isten irgalmasság mélységeiről elmékeztünk. Ma halljuk, amint fölkiált, Éli, Éli, lamma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a 21. Zsoltár imádságának a kezdete. Ma elmékedjünk az ima meghallgatás misztériumáról. Kedves testvérek, a mi Urunk Jézus a kereszten azért átélte, mert magára vette a bűneinket, a bűnös embernek a magányát, az elhagyatottságát. De amikor ezt túlhangsúlyozzák, akkor szerintem valamit elfelejtünk. Hogy minél inkább elmerül az elhagyatottságban, annál jobban rábízza magát az Atyára. Tehát nálunk azért sajnos fordítva van. Minél inkább elmerülünk az elhagyatottságba, annál inkább úgy gondoljuk, hogy eltávolodunk, kevésbé bízunk az Istenbe. Hallgassunk csak bele az olajfák egy imádságába. Atyám, a lehetséges múlik el tőlem a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Milyen megdöbbentő ez. És erre azért megkaptuk a Szent Lelket, hogy mi is meg tudnánk tenni. Erre alkalmas is ez a zsoltár, hiszen az eleje egy kiáltás az Istenhez, az elhagyatott ember kiáltása, nagyon sok ilyen zsoltár van, és ami nagyon megdöbbentő, egyszer csak átmegy abba, hogy köszönöm, hogy meghallgattál. Hát nem történt semmi. Ez nagyon érdekes, hogy ez a Istenhez kiáltó, nyomorult ember zsoltárának ez egy mély szerkezete. És ez a mély szerkezet tanít minket. Tehát megállni ennél a zsoltárban, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ez nem helyes. Egyrészt azért sem, mert egy haldokló ember nem tudja elmondani, mi atyánkban. Azt mondja, mi atyánk, apja, menjen. Hát nem ezt akartam mondani, az egész mi atyánkot. Másodszorban, ezekben az órákban a péntek délután vágták le a bárányokat a templom udvaron, és a leviták ezt a zsoltárt mondták. Tehát Jézus a templomi liturgiába kapcsolódik bele. És minden évben levágták a bárányokat, feláldozták Isten, hogy bocsásson meg Jóisten, de hát mindig újra tették. Ő pedig, ahogy Szent Pál mondja, egyszer s mindenkor a saját vérébe ment a szentélybe, hogy bűnök bocsánatát nekünk meghozza. Tehát ez is, hogy torkom kiszáradt, ínyelme szabadt a nyelven, körülvesznek ezek a básáni bikák, néznek, elhagyatott vagyok, és egyszer csak mind Istenfélem, dicsérjétek az Urat, mert nem utálta meg, és nem nézte le a szegény könyörgését, nem fordított el az orcáját tőle, és minden kiáltott hozzá, meghallgatta. Dicsérik az Urat, akik őt keresik, él az ő szívük örökkön örökké, megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá a föld minden határa, népek családjai hódolnak neki, mert az Úr az ország, és uralkodik a nemzeteken, és az én lelkem neki él, hirdettetik a jövendő nemzedéknek, a népnek, mely egykor születik, hogy megismerik az Úr a külség, és mindazt, amit közöttünk végbe vitt. Megtöbben. Hát nem látta még, hogy amit kért, azt teljesítette az Isten, de átcsapott a dicséretbe, és már megköszöni. Az utolsó vacsorán az Úr Jézus ezt ontológiailag, nehéz ez a szöveg, az azt jelenti, hogy létbenileg megvalósítva. Tehát amikor az Isten fia egy szöveget mond, akkor ott történik valami. És mit mond? Áldozatul esett, elfogták, és ő azt mondja, hogy én magam adom oda az életemet.
És azt mondja a 16. Benedek, hogy és már kiosztja a föltámadott életét, a nekik adott kenyér darabba és a borba. Tehát annyira biztos a meghallgatása. Ez persze nem teszi kellemesebbé ezt a szenvedést, hanem ezen át kell menni. Itt van egy nagy sötétség. Ő lépi át a sötétséget Isten felé. Kedves testvérek, és így föltárul Jézus imádságának a mély szerkezete, hogy amikor ő kér valamit az Istentől, akkor tudja, hogy az meghallgatja. De úgy, ahogy Isten, ahogy az Atya akarja, és az a jó. És mit akar az Atya? Nem az, hogy végezzék Jézus, hanem, hogy megmeneküljenek a bűnösök is. A kivégzőknek legyen egy esélyük. Ezért értük a járul fel. Kedves testvérek, most terjed a nép között az úgynevezett pompei rózsafüzér. 27 napon át a teljes rózsafüzért elmondjuk, kérünk valamit, és 24 napon át megköszönjük. Én ezt végzem. Azért végzem, mert a bibliai tanulmányai megerősítik. Szóval erre való egy pap vagy egy teológus, hogy ami a néptől jön, az se tudja, hogy mit kapott a Szentlélektől, azt megvizsgálja, hogy van ennek szentírási alapja, mert ha nincs, akkor úgy elhal. Akkor olyan kegyes kis jámbor imádságot. Szépek, de nem sokra visszük vele. Ez egy megdöbbentő dolog. 27 napon át valamit kérek, ami az életünkben nagyon nagy, megoldhatatlan probléma, és utána 28. naptól kezdve 27 napon át megköszönöm, hogy meghallom. Testvérek, ez itt van a gyökere. Most még azt megkérdezhetni, miért 27 nap, ez nem babona, nem. Mert 3x9 az 27. És a 9-es szám az az anyamében töltött idő, meg a mennybe menetel és pünkös közötti idő az érlelődés. 3x. Valami egészen bámulatos. És azt jelenti ez, hogy sorba lerakhatjuk a terveket. Tehát amit egyszer így megköszöntünk a jó Istennek, és nem látjuk, hogy beteljesedett, az beteljesedettnek kell venni, és nem lesni azt, hogy hogyan valósítod meg, és tudjátok, mire való ez? Sorba lerakható azokat a terveket, amit nyomasztanak. Már nem rám tartozik. A családban megoldhatatlan dolgok előfordulnak. Szerintem ezt beleülni, nem kell beleülni. Isten meghallgatta. Majd oda látjuk, hogy hogyan. Biztos, hogy meghallgatta. Hála neki, hogy úgy hallgatta meg, hogy ő akarja. És sorba lerakhatod a terveket. Szinte az ember figyelmeztetik önnel, de mégis imádkoznék azért az ügyért. Nem. Letette. Isten kezébe. És azért ez nagyon az evangélium közepén van. Atyám, a lehetséges, múlik el tőlem a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom. Angyal megerősítette, úgy lesz, hogy az Atya. A bűnök bocsánatája. Kedves testvérek, hangosan akarja mondani a 21. Zsoltárt Jézus, halálos fáradtságában csak az első mondatot mondja, de az egészet hangosan akarta imádkozni, mert ahogy mondtam, a templomi liturgiát követte, és még azért is, hogy fölbátorítson minket, a kérő imádság mélyén ott van a meghallgatás. Tehát ő úgy hajtja le a fejét, hogy tudja, hogy az Atya föltámasztja. Ha megölnek, akkor föltámaszt az Atyám. Persze mindennek, hogy mondjam én, egy ilyen aszketikus, erőködős jellege lenne, ha Krisztus föl nem támad harmadnapra a halálból. Tehát nem úgy hallgatta meg, hogy megszabadította a halál szenvedéstől, hanem sokkal többet adott neki. Neki adta az egész emberiséget. Az én lelkem neki él. Hirdettetik az Úr jövendő nemzedéknek, a népnek, mely egykor megszületik az egyháznak, hogy megismerjék az Úrnak hűségét és mindazt, amit közöttünk végbeli.
Végül is egyelőre azt mondom, ez a legtöbb, amit el lehet mondani a kérő ima meghallgatásának misztériumáról. Amen. Térítsd meg minket szabad.